Figyelj, szerintem jó lesz az így, pont ennyi szerintem elég lesz. Könyvklub. Na. Mennek a cicik a könyvklubba? Édesem, lehet, hogy kicsit eltévedtél. Biztosan tudod, hogy mit jelent az, hogy könyvklub? Vagy mi lesz most? Tényleg könyvklub szépe választás lesz? Nem érted, miért mondom, ugye? Nem érted. Azért mondom, mert mondjuk én ezt a ruhát még soha egyetlen egyszer sem láttam rajtad. Amióta megvettem, ez még egyetlen egyszer nem volt rajtad. Nekem ezt egyetlen egyszer nem vetted föl. De komolyan, amikor, az hányszor, mostanában hányszor volt az, hogy nekem egy kicsit, nem tudom, oda tetted magadat? Na, lábszépség versen a könyvklubban. Komolyan, és mit csinál itt ennyi csaj? Mi? Recepteket fogtok megosztani? Vagy mi? Jaj, nem kell ilyen fejeket vágni. Komolyan, még te vagy megsértődve, ne? Jaj, Istenem, jaj, de értelmiségít valaki. Te, én tanítottalak meg olvasni. Tényleg, te figyelj csak. Most, hogy felidézem a régi emlékeket, mi lenne, ha én is elmennék veled, na? Na? Jó, de megijedtél. Ne félj. Figyelj, ne félj. Nem megyek veled. Menjél csak a könyvklubba. Menjél csak ott. Te, hagyd kérdezek már valamit. Ebben a könyvklubba csak a csajok mennek el, vagy ott lesz Rudi is? Nézz a szemembe, légy szíves! Nézd, légy szíves a szemembe! Ahányszor csak azt mondom, hogy Rudi, te mindig elnézel. Rudi! Ugye? Most is pislantottál. Rudi, hát mondom, hogy pislantottál. Jó, hát... Rudi, hát ez milyen név, hogy Rudi? Ez a Rúdnak a becézett alakja? Vagy mi az Isten? Ki ez a gyerek? Kicsi Rúd. Mindig megnevettet, olyan jó vele megosztani a dolgokat. Ki ez a Mikulásnak a kedvenc rénszarvasa? Rudi, hát ilyen nevem lenne, kiszaladnék a világból. Vele mindent meg lehet beszélni, mindig el lehet érni, mindig lehet rá számítani. Lehet, hogy rám is lehetne számítani. Nézd már rám! De most van az, hogy nézzél rám, mert most beszélünk a dolgokról, amikről beszélni akartál. És nem vagyok féltékeny. Egyáltalán nem vagyok féltékeny, majd egy ilyen gyantázott hátú takony, majom, patkány, mesztelen csigára leszek pont féltékeny. Figyelj, nem vagyok rá féltékeny, de azért feltűnt nekem, jó, megnéztem a telefonodat, de szerintem volt már, hogy te is megnézted az enyémet, miért nincs benne egyetlen egy SMS sem a Ruditól? Most ne nézzél ilyen hülyén, azért, mert kitörölted őket, hogy ne maradjon nyom. Nincsen benne egy fogadott, egy elküldött, egy piszkozat, semmi nincsen benne. Na jó, figyelj. Tényleg, menjél, ahova akarsz. Komolyan. Majd nem tudom, majd átküldöm a Rudinak a Barna Mártás receptjét, jó? Na, szevasz! És ne haragudj, de hétvégén nem tudok elmenni anyádékhoz, jó? Úristen, de forró itt valaki. Úristen! Elnézést, tudom, hogy rendkívül elfoglalt és nagyon siet, de nem lenne rám 5 perce, csak 5 perce odafönt. 3 esetleg? Na komolyan, olyan gyors leszek, meg se fogod érezni, na? Jaj, na jó van, menjél, de akkor meg menjél gyorsan, jó? Ne is lássalak tényleg. Figyelj csak, megtankoltam a kocsit, jó? Meg az üléseket is beállítottam, mert azzal mindig bénázom, mert na jó, mindegy, tényleg, biztonsági... Oké, nem mondok semmit, jó? Csak vigyázz magadra, jó? Figyelj csak, szerinted mikor fogtok végezni? Mert azért, mert arra gondoltam, hogy esetleg akkor áthívhatnád a csajokat. Kérdezd meg, hogy van-e kedvük. És akkor én csinálnék még valami kis levest összedobok, meg akkor grillezek zöldséget, mert tudom, hogy vegák, mit tudom én. De figyelj, a Rudi jön, mert akkor hozd már át őt is, és akkor legalább nem kell egyedül megennem ezt a sok húst. Nincs itthon rukkola. Nyomd meg a gombot, és jó fej leszel. Lepd meg kedvesed, és ő is meglep téged.